Hesteg nőfilter. Nők filter nélkül. Köböl Anitával. A Spirit Get ready. A műsorszámot Anutriversum támogatja. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és a YouTube nézőinket. Itt vagyunk a Spirit FM stúdiójában. A stúdióban pedig itt van mai vendégem, Dérheni énekesnő, édesanya, feleség, és nem tudom, filantróp, ezt én mondom rá, <laughs> aztán majd mondod, hogy igaz vagy nem igaz, <laughs> nem, igaz. Sok szeretettel köszöntelek. Én köszöntök mindenkit. <laughs> sok szeretettel. Szia, Azért mertem ezt mondani, mert képzeld el, hogy számomra is az interjunkra való felkészülés során vált nyilvánvalóvá, hogy te például egy három diplomás nő vagy én ezt nem, nem, is értem, hogy ezt így, így, miért rejtegeted eddig ezt az információt, mert ugye téged azért egyértelműen a köztudatban énekesnőként apostrofálunk, mind a mellett politológusi diplomád van. Igen. Ledöbbentem. Ki erről kérdezni? Beszélgethetünk másról is. <laughs> ö, egyszer, aztán van opera énekesnői diplomád, az is uh -huh. diplomának szemt, és mi a harmadik? Segíts kérlek. Hát ö, kommunikációs médiatudományszakon vagyok, közéleti kommunikátor, vagy szervezeti, várjál, most melyik vagyok? Közéleti <laughs> vagy szervezeti, olyan rég volt. A lényeg az, hogy igen, kommunikáció médiatudomány szakon végeztem a Corvinuson. Az volt az első. Viszont akkor ö, erre rá is harapnék gyorsan, mert akkor te aztán nagyon jól tudod, hogy mi kell a népnek, nem? nem? mert akkor legalábbis azt is, gondolom, ha hogy az A, <laughs> a kommunikátorit és az összeset összeteszem, akkor nem értem, hogy mit keresek itt? Igen, nem, viccelek. Tehát, hogy m, fogalmam sincs, hogy... Hát az első kérdésedre válasz az, hogy ezt miért rejtegetem, abban az az igazság, hogy ezt a kutyát nem érdekli, legalábbis eddig ez derült ki. Nyilván most örülök, hogy itt vagyok nálad, és erről tudunk beszélni, de egyébként nyilván eddig sokkal inkább érdekelte a, a sajtót vagy a médiát az, hogy magasított bugyiban vagyok-e a színpadon, és úgy adom elő a dalokat, vagy sem, vagy épp a, az ex milyen viszonyom van a jelenlegi párom, pedig mikor kéri már meg végre a kezem címszó, tehát hogy ezek nyilván sokkal inkább lekötik az újságírókat, mint az, hogy nekem milyen végzettségem van. Én pedig nem vagyok egy ilyen kérkedős típus, aki, aki azzal áll elő, hogy na nem azért, de ha már itt tartunk, mert szerintem ez nem erről szól, de, de igen, de amúgy örülök, igen. Viszont én szerintem meg egy átkozottul nagy pro érv az ember személyisége mellett, hogyha fel tud ilyet mutatni, mert mindig azt mondjuk, hogy az észt nem diplomával osztják, de több függetlenül azért főleg ilyen szakokat végigcsinálni, azért azt gondolom, hogy oda kellenek egyéb attitűdök és skillek is, csak hogy egy ilyen nagyon fancy szóval éljek, és ebben a mondatban nem sok magyar szó volt, hogy <laughs> <laughs> nem majd visszatalálok az anyanyelvemhez ez mindjárt. Mit ez? Az okos nő megrémíti az embereket? Biztos. Vagyok benne, és ebben maximálisan osztom azt az érvet, hogy igen, emellett állok. Lehet, hogy ezért nem is szoktam ez. Figyelj, egy igazi okos ember az nem szokott azzal kérkedni, szerintem, hogy ő mennyire okos. És én ezzel nem azt mondom, hogy én okos ember vagyok egyáltalán. Sőt, minél többet tanulok, annál inkább jövök rá arra, hogy mennyi mindent nem tudok még. De szerintem ez a normális, és és annál visszafogottabbá válok, mert, mert nem kell, egyrészt nem kell kompenzálnom, tehát én nem, nem érzem azt, hogy nekem kompenzálnom kellene mondjuk az eszem agyam miatt, sőt, sokszor poénkodok, hogy amióta anyuka lettem, azóta annyi minden kifut az agyamból, hogy olyanokat felejtek el, hogy el sem hiszem. Másrészt pedig szerintem nem... Ez akkor érdekes, mert ugye nyilván, aki a színpadon lát engem, ott nem kell a diplomákat villogtatni, meg nem azért állok a színpadon, hogy én most ott politizáljak, vagy nem tudom, társadalmi elveket osszak, meg egyébként sokszor, hogyha mondjuk határon túli régióba lépek fel, akkor egy-egy konfomban meg megjelenik egy, -egy ilyen hozafias buzdítás, de az szerintem emocionálisan ez így zsigerből érkezik belőlem de csak sem szoktam erről beszélni, meg az a koncert, az a szórakoztatásról szól. Viszont a cégem, a menedzsmentemen belül, a kiadónál, hogyha tárgyalok valakivel, akkor nagyon izgalmas azt, egyrészt két handicappel indulok ö, többszörösen, tehát hogy duplán ö, állunk az ajtóban. Egyrészt nőként kell leküzdenem a prekoncepciókat, másrészt pedig nyilván ez a van-e a diplomája, és hogy mennyire okos, mert hogy csak egy énekes nőcske. Látom az emberek szemében ezt, amikor belépnek az ajtón, főleg, Ott hogyha. csupa előítéletekkel kell, hogy szembenézzenek. Abszolút. Igen, de valahol ez egy kihívás is volt, még a húszas éveimben rendesen élveztem, és alig vártam, hogy bejöjjön egy ilyen magasabb beosztású cégvezető, aki mondjuk marketing szerződést szeretne velem kötni, bármilyen céggel kapcsolatosan, és leül velem tárgyalni, és már amikor mond, hogy hát jelen lesz, akkor a dérheni is itt lesz, akkor jó, 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 És látom az arcán, hogy élvezem, hogy kellett mindig fél óra, nagyjából fél órát merek mondani, amikor úgy mindenki a helyére került, és látom, hogy az a kis, nem is tudom, ilyen szőkenőnek nézett énekes nőcske, attitűd, az így hogy vetkőzi le magát, és kezd el engem tisztelni, mint embert. Na, ezt akkor megragadom. Az mind múlik szerinted? Tehát hogyan épített fel mondjuk egy, egy tárgyalási szituációban az egyébként nem szőkenős attitűdödet? Most elnézést kérünk a szőkenőktől, uh -huh. de mind tudjunk, bár Nyilván. egyébként a mai PC világban már ilyet se élik mondani, de mind tudjuk, hogy miről van szó. Szóval, tehát ezt a butácskának ítélt attitűdöt hogyan tudod ő a fordítani, és hogy ezt a tiszteletet ezt tényleg ki tud magadnak vívni. Hát semmiképp sem azzal, hogyha én elkezdem hangoztatni ott is, hogy nekem egyébként három diplomám van. igen gondolom nem kezdesz el politizálni se. Nem. nem. De teljesen normálisan és természetesen viselkedek, és amikor nyilván, amikor tárgyilagosan elkezdünk beszélni a konkrét projektről, akkor szerintem az azonnal kiderült, Tehát, hogyha van pár olyan kérdés, tudok-e egyáltalán azt, hogy tud az ember kérdést feltenni, tud szakmai gondolatokat véghez vinni, vagy hogy ez hogyan működik egyik oldalról, pro, kontra, másik oldalról. Egy-két ilyen mondatot megejt, és akkor van, volt egyébként olyan, hogy valaki kitért a jelenlegi helyzetre, mert elkezdett velem beszélgetni, és akkor arra reflektáltam, és akkor megint meglepődött. És szerintem így, így látom sokszor a, a megdöbbenést, aztán így, így elkezdenek megnyugodni, és, és nagyon örülök annak, hogy van még most is egy pár olyan cég, akik, akiknél viszont már látom, hogy teljesen másképp más hangsúlya, más hangnemben hív fel mondjuk azóta telefonon, hogyha valamit szeretne. És ez jó érzés, de elmondom, hogy 30 felett például az se érdekel, hogyha valakinek prekoncepciója van velem szembe. Tehát, hogy már egy idő után, és ez megint jó az emberi tulajdonságaink közé tartozik, hogy nem kell már megfelelnünk egyébként senkinek. Tehát most már nincs bennem ez a fajta kihívás érzés, hogyha valakivel tárgyalok. Hát ha azt gondolja rólam, hogy hülye vagyok, akkor gondolja. Ha azt gondolja, hogy énekes Tehát én nem szoktam ezt így mondani. Akit érdeklek, akit érdekel a szakmaiságom, az életem, az utána jár, azzal abszolút jóban vagyok, de egyébként már nem, nem célom, hogy mindenáron mindenkit meggyőzzek, mert úgy sem lehet. Mert hogy... amúgy volt, tehát volt hogy olyan ne? zászlódra tűzött hogy? elképzelésed, hogy te mindenre rá fogsz cáfolni, és az emberek hát És Hát miből ered? Hát a legelső és a legfontosabb, ami, amiből ez az egész ered, az, hogy apukám felé akartam hmm. iszonyatosan megfelelni éveken keresztül, aki kicsi koromtól kezdve, és most szegény apút nem akarom bántani, mert imádom, szeretem, de hogy már annyiszor hallotta, hogy uh, szerintem többször sem visszakapta tőlem, hogy úgy nevelt, és ezt nem rosszból tette, ő egyébként egy ilyen típus, aki abban, nevel, abban a zárt erkölcsi rendszerben nevelkedett, abban a patriarchális társadalomban, mondhatjuk így: hogy, hogy a férfi a továbbvivő név, név továbbvivő, a gazdasági építő, és a nő pedig nyilván a klasszikus értelemben vett család, fészek alapító, aki a gyerekek körül van ott, és hát nem igazán kap nagy feladatokat gazdasági szempontból. Tehát a nő apukám szavai szerint az oldalborda. Uh -huh. Súlyos mondatok, szavak ezek, de hát van ilyen társadalom, és ő sem tehet róla, hisz ő is így nevelkedett. És hát ő többszörösen visszakapta ezt a sorstól, mert két lánya született, és, és közben pedig azért én is kaptam, és a hugom is, tehát nekünk nagyon nagy feladatunk volt ezt leküzdeni, hogy hogy ne akarjunk mindenáron neki megfelelni, mert természetes volt, hogy én mindig be akartam neki bizonyítani, hogy kislány létemre. Én igenis ügyes motorversenyző leszek, nem tudom, ügyes szerelő. Én mindig bütykölni akartam apa mellett a kis cangámat, hogy akkor ő büszke legyen rám, hogy én férfi is. Nagyon jó lennék. Akart ő egyébként titeket, vagy akár téged fiúsítani? Nem akart minket fiúsítani, csak sokszor hangoztatta, hogy hát a lányokat amúgy se lehet fiúsítani, mert a lány az lány, az, az, nem tud akkor sem állva pisilni, akár mennyire szeretne, tehát ez természet az ilyen, hogy ez már ugye bukott, vagy veszett fejsze. Nem, inkább, inkább azt hangoztatta mindig, hogy ő nagyon szeretne ránk, ha már lányok lettünk, akkor szeretne inkább ránk büszke lenni, mégpedig diplomák révén. Tehát, hogy akkor legyek doktor, és vagy orvos, vagy ügyvéd. Tehát, hogy ezt nagyon sokszor hangoztatta, hogy ő akkor lenne akkor igazán elégedett, és, És egyébként ö... volt is olyan pillanat, tehát van egyébként egy olyan ö, a kis történetetekben, ami mondjuk mély nyomot hagyott benned, hogy azt érezted, hogy na most apukám tényleg nagyon büszke rám. Ami neked olyan szívet melengető volt, hogy végre-végre áttörted volt. azt az üvegfalatnál. Volt, 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 volt. De ez így direktben sosem történt meg. Tehát én még tehát nem mondta ki neked nem, azt még soha, hogy kislányom, nagyon büszke vagyok. Nem, rám. most gondolkodom, tehát azt mondta már egy jó hangulatú társasági estén, hogy, hogy ez azért úgy megváltozott, de kimondani nem tudta. Tehát megöleljük egymást, nagyon szeret, tudom, hogy büszke rám, de az az ő feladata, hogy egyszer meglépje azt, hogy ki tudja mondani. Egyébként nagyon büszke rám, csak hát most már nyilván nem tudom, mi történne, ha ezt ki kéne egyszer is mondani, de hát például nekem az jutott eszembe, hogy Tud-e rád azért büszke lenni, hogy most már az ő kicsi lányát anyaként látja, és ráadásul fiúnokát szült neki? Mm, azt jól érzed? Hát hogy ne. Nagy imádja. is a világ legboldogabb nagyapja most már, és nagyon sok szempontból sokkal lágyabb lett, mint amilyen volt 20-30 évvel ezelőtt. Mondjuk ez a nagyszülők dolga, azért tegyük hozzá. Jó csinálja, is, apa. Nagyon. Na, mi magunk is meg vagyunk ezen lepődve, hogy kikérem magamnak, hogy egy fiamnak mindent szabad otthon. Nekem semmit nem volt szabad. De hogy nyilván ez, ez meg normális. De volt olyan pillanat, képzeld el, amikor a anno a tehetségkutató műsorba, ugye én titokban jelentkeztem, mert apu nem engedette. Mm, szerintem ez hülyeség volt, és inkább tanuljak, és inkább azzal foglalkozok, és ezt a zenebonálást, ezt most már fejezem most már be, most már tök jó, mint a gyereknél a babázás, így nőjük ki, és akkor foglalkozunk komolyabb dolgokkal. Mm, és mégis ugye jelentkeztem a tehetségkutatóba, a titokba, mert tudtam, hogy nem lesz a válasz, mint ahogy sejtettem is, és ennek ellenére azt mondta apukám, hogy ha már ilyen hülye kezelhetetlen lány vagyok, hogy az ő szavával így <laughs> ellent a jelenszegülök, akkor menjek, de akkor ide ne jöjjek vissza, segítséget kérni, és egyéb. Tehát, hogy semmi. Na ezt hogy kell elképzelni, ezt a beszélgetést? Tehát ezt, ezt vér komolyan gondolja, leültett téged Persze. egy asztalhoz, és azt mondja, hogy Henikém, akkor ennyi volt. Nem? Most a saját sorsod kovácsaként menj előre, aztán majd, ha jönnél vissza, szerez be a pofonokat, amikre vágytál, de ne fordulj vissza hozzám, mert tehát én Nyilván, hogyha baj lett volna, akkor befogadott volna, de akkor azt a mai napig kapnám, hogy Man, akkor és akkor is én segítettem, és akkor semmit nem érsz, és blablabla, bla, bla, és ugye megmondtam, ugye igazam volt, tehát hogy akkor ez, ez egy hosszabb történet lett volna, nem, ez úgy történt, hogy beadtam a jelentkezési lapomat a versenyre, és nem gondoltam volna én magam sem, hogy fel fognak hívni, nem gondoltam volna egyáltalán azt sem, hogy határon túlról lehet jelentkezni. Csak az én magam megnyugtatása véget, mert ez a kettő én, kettős énem, én ez nagyon erősen bennem volt. Tehát a zene iránt szeretet, szerelem, és fajta motiváltság, hogy én ezt csináljam, és álomként hajszoljam. A másik pedig az atyám, apa, apa iránti tisztelet, szeretet és megfelelés, Tehát, hogy a kettő nagyon erős, és ráadásul nagyon nagy ellentétben állt egymással, mm. ugye, mert apu nem akarta, hogy zenével foglalkozzak. És nekem ez is egy nagy szó, amit azóta nem értek meg, hogy nekem honnan jött ez a fajta belső motiváltság, ilyen fiatalom hogy higgyek, bízzak magamban, ami a mai világban az egyik legnagyobb kincs, hogy nem tudod, hogy megtanítani a mostani fiatalokkal pontosan azt, hogy higgy és bízz magadban, még ha mindened megvan hozzá, de ez azért egy fontos motor, az élethez, hogy bennem ez már megvolt. Annyira, hogy azt, mond, azt mertem mondani, hogy jó, én beadom, nem érdekel, hogy mit fog mondani apa. A másik oldalról egyébként anyukád mindeközben mennyire erősített téged? Anyukám támogatott, de ő mindig egyfajta mérleg, hát ő mérleg egyébként is, tehát olyan cukin ö, lavírozott mindig is a családban. Próbált villámhárítani, és egyébként nyilván támogatott, és ő megértette, hogy én ezt nagyon szeretném, és titkon szerintem ő, ő mai napig nagyon nagy támogatom, de közben mindig próbált óvatosságra inteni apukámmal szemben, mert ő nem vizsgálta, dolgok, hát nem, vizsgálta a következményeket. Szóval megvártam, hogy apunak egy ilyen nagyon vidám hangulatú este következett, nem is azonnal mondtam el, hanem így megvártam, hogy jó hangulatában legyen, és akkor ez mindig ilyen vacsora közti beszélgetés volt. Hát ez vicces, klasszikus volt, hogy hogy hozzam fel. Apa, igen. Hát, fiam, az van, hogy akkor így, hát én, én jelentkeztem ebbe a versenybe. Igen. Ebbe a tehetségkutatóba, tudod? Igen. És hát behívtak. Igen. Hát apa, én úgy mennék, nagyon mennék. Jó, de nem mész, hanem? nem? Most mi a kérdés? Persze, dehogy. És akkor mondta, hogy mi a kérdés? Hát, hogy de én szeretnék menni. Hát, és akkor így csendben maradt, és akkor utána mondta, hogy már látta rajtam, hogy én is eltökélt vagyok. És akkor utána láttam, hogy hú, hú, megy fel a pumpája. És akkor ugye utána mondta, hogy azért, tehát, hogy, mert hogy ő elmondja, hogy miért nem szeretni, hogy ezt csináljam, egyébként, Azokat az érveket is megértem pontosan, hogy egy apuka nem biztos, egyébként vajdasági révén, tehát vajdaságban, kisebbségben éltünk, nőttünk fel, tehát ott nagyon nehéz akár orvosként, ügyvédként is labdába rúgni. Bármilyen szakterületen nehéz labdába rúgni, ahol te kisebbségiként próbálkozol. Csak akkor van sikered, hogyha elmész a fővárosba, Belgrádba, bárhová is a szerb nyelven folytatod azt a munkát, és hajlandó vagy lemondani mondjuk az identitásodról sok esetben. És akkor nyilván ebben felnőve féltett minket, főleg engem. Hát akkor meg nem menjünk még messzebb, tehát nem kell ahhoz kisebbségben élni, ahhoz, hogy mondjuk egy énekesi területen ő nem tudta felmérni, hogy én mennyire vagyok tehetséges, hát és akkor teljesen idegen terület volt számára. Teljesen, tehát. hát senki nincs, aki zenével foglalkozna a családban, vagy tehetségük lenne. Tehát az, hogy azt mondják nekem az iskolában, vagy a szülőnek, hogy nagyon tehetséges a gyerek, azt nem tudom. Egyébként ez nekem is feladatom lesz majd a gyerekemnél, hogyha lesz egy ilyen terület, és mondjuk egy hozzám teljesen távol területen mondják azt, hogy figyelj, tök jó lenne a gyereket pilótának. És így fogok állni, hogy hát most kinek higgyem el, vagy én mi, hogy mérjem fel, mert én nem értek hozzá. Nyilván nem akarok elfogult sem lenni, és próbálok a realitás talaján maradni, egy olyan őszinte vélemény kérni egy szakavatottól, aki őszintén nem hogy figyelj, lesz ebből valami, vagy nem, mekkora esély van, hogy a gyerekem egyszer ebben sikeres tud lenni. És hát nyilván apukám is megkérdezte, és hát senki nem tud garanciát mondani, és mondja, hát nem tudom, hát figyelj, az van, hogy egy nagyon tehetséges, de kisebbségi közegben vagyok, és azt mondják, hogy hát tök szép hangja van, de hát az, hogy ebből most mi lesz, hát azt mi honnan tudjuk. De hát akkor még nem volt tehetségkutató. Annyira, annyira érdekes és izgalmas batyút hozol magaddal. Az, mert, szóval, mert hogy, hogy rengeteg kérdés van, tehát ezt is. az egész karrier témát, ezt meg is tudnám fordítani, és el tudnám mondani a másik végletből is, ahogy egyébként az átlagember hozzá, hogy igazából nem is értem, hogy miért lett belőlem bárki. Mert lehetett volna a fordítva is. Tehát annyi szegmens és tényezők közre kell, hogy játszon, de a legfontosabb, amit mindig kiemelek, az a motor. Amit mai napig tényleg nem tudok, hogy honnan, honnan indítottam be magamba, 11-12 évesen, és azóta az megállás nélkül, mint a szívem, úgy jár és működik. Én egyébként Na, abban hiszek, hogy, hogy hogy van az emberben egy, egy olyan eleve elrendelt hit. Én ezt nem tudom másképp megfogalmazni, és a, a szó leg legpozitívabb és legkerekebb értelmében, ha önmagadban hiszel, ha az álmodban hiszel. Ezt hogyha, mondjuk. Tehát, hogy én, én, én akkor is azt gondolom. Ez nagyon jó, ezt mondjuk, és ez lenne szerintem a normális. És ez a cél, hogy mindenki így gondolkozzon. De nagyon-nagyon sok esetben, főleg a mostani fiatal társadalmat nézve, látom azt szomorúan, hogy nincs bennük hit nincs, nincs bennük egy olyan erős identitás, nincs bennük egy olyan erős értékrend, ami, ami olyan gyökeret adna az ő hitükben, ami vinné őket előre. Hát ha csak azt nézem, hogy mit zajlik egy online társadalomban, ahol ezek a fiatalok szocializálódnak, borzasztó. Az, hogy kiraksz egy képet magadról 13-4 évesen, és jön 4-5 idegen, és azt mondja neked, és elkezdik tudatosan rombolni, hogy Úristen bújja, hogy nézel ki, tehát most nem menjünk messzire, tehát ez, ez már egy borzasztó nagy önképrombolás, de ami... magukat csinálják a fiatalok valahol, nem? Tehát senki Persze. nem kötelezi őket arra, hogy már pedig tegyék oda ki azt a képet. És egyébként ez is nagyon messzire vezet megint vissza. Igen, ez egy másik terület területtéma tekintetében. Nem, én akarom is, De hogy igen. beszéljünk erről, hiszen ráadásul te még tehetség gondozással is foglalkozol. Neked van erre egy alapítványod, ha minden igaz. Igen, pont erre akartam átfűzni, hogy így van, magyar tehetségeket kutatunk fel, és próbálunk gondozni és segíteni nekik, hogy egyfajta utat mutassunk, vagy azokat a lehetőségeket, amit mondjuk annak idején én nem kaptam meg, vagy nem tudtam kihez fordulni az én nehezebb pillanataimban, azokat így össze tudjuk gyűjteni, és azokat így oda tudjuk pakolni eléjük, akár mondatban, akár útravalóban nekem senki nem mondta, hogy mire figyeljek például annak idején. Sikerül bennük gyökeret ereszteni ezeknek a gondolatoknak? Mert ugye azt mondod, hogy nincs bennük hit, nagyon, nagyon irányvesztettek. Én azt gondolom, hogy sokszor az akarat is hiányzik Igen. egyébként. Van egy ilyen uh, teljesen légből kapott elképzelésük, nagyon sok, tényleg. Én azt hittem, hogy ez egyébként uh, egyfajta előítélet a fiatalokkal szemben, amikor azt mondjuk, hogy hát akarják a nagyon sok százezves kezdőfizetést, meg az egyébként nem sok túl dolgot, uh, és akkor nem kapnak maguknak lehetőséget, holott mostanában egyre több cégvezetővel beszélek, és sajnos első kézből támasztják alá, hogy nem reálisak az elképzeléseik, és sajnos a munkát, mint olyan, nem, nem jól használják, és nem jól hasznosítják, és nem jól forgatják vissza. És a munka jelentsen itt bármit. Tehát sikeres előadó művésznek, énekesnek, énekesnőnek, színésznek válni, és munka rengeteg Abszolub. belefektetett idő és energia. Szóval, hogy, hogy a, a munkásságot során ezeket a gondolatokat, amiknek ilyen tök jól megágyazol, mennyire sikerült tényleg aztán jól befedni földel, és hagyni, hogy az onnan aztán szárba szökjön. Hát nézd, a legfontosabb, amit tudok tenni az alapítványon belül is, nem az, hogy éneket oktatok nekik, mert azt megteszik mások, és nagyon jól, hanem szerintem, ami ennél is fontosabb, mert már eleve tehetségekként jönnek ide, az, az pontosan ez, hogy elmondjam egy két-három óra keretén belül, azt gondoltam, hogy erről nem fogok tudni majd sokat beszélni, aztán egyre nagyobb jelentősége és fontossága lett, hogy, hogy én hogyan kezdtem, hogyan indultam el, mik voltak a nehézségek. Tehát ez fontos, hogy beszéljünk arról, hogy nem ám úgy történt, hogy én csak úgy mentem, és nyíltak a kapuk meg minden akkor, és akkor egyszer csak hoppít ülök. Nem, rohadt nehéz volt, de nem is csak arról kell beszélni, hogy mennyire volt nehéz, hanem azok az apró dolgok, amikben te haladsz előre és sikered volt, egy nagyon jó példa például. Most csináltunk egy ilyen portréfilmet rólam, ha eljutottam ide is, úristenem, ugye? És húsz évvel visszatekintő ö, kis momentum gyanánt a Pélibarnával is forgattunk. Annak idején a tehetségkutatóban, amikor én kiestem, ugye határon túlról nem lehetett szavazni, akkor a barna nálam a kiesésemnél felemelt egy táblát, ő a zsűri volt a, meg azt ezt talán kimondhatom, felemelt egy táblát, hogy hol van a fületek. Tehát ő nyilván nem volt szánta, hogy én kiessek, bla, bla, bla. És, és ez, ez, akkor ilyen nagy port kavart sajtóban, bárhol, de hát nyilván kiestem, kész, ennyi, el is lett felejtve, és ez egy fordulópontként szerepelt most a portréfilmben. És ugye gondolkodtam, amikor mentünk a barnához, hogy jó, és akkor miről beszélgetünk most? Oké, okay, tök jó. Köz, hogy ott felemelted, igen, itt volt a fordulópont, és... És mire odaértünk a barnához, így megfogalmazódott bennem, hogy húsz év eltelt, és hát nem, nem beszéltük meg, hogy mit fogok mondani, hanem így elkezdtem beszélni hozzá, és így jött magától a, a gondolatom, hogy, hogy igazából azért vagyok itt, hogy megköszönjem. Mert uh, húsz év alatt nem volt alkalmam, illetve lett volna alkalmam, csak én nem tartottam még ott, hogy ezzel gondolkozzak, hogy senki nem tartotta tarkójához fegyvert, hogy ezt felemelje és botrány csináljon. Tehát abban, húsz évvel ezelőtt még nem abban a világban éltünk, amikor a zsűri fülére azt mondják, hogy figyelj, mász fel az asztalra és trollkodj, trash műsort szerűen éljük a zsűrizést, hanem akkor még másfajta uh, tematika szerint működött ez a történet. És hát abban az időben így felemelni egy táblát azért sokkal botrányosabb volt. Ma ezt kérnék is talán. Na, minden, és mondtam, hogy ez azért fontos, mert nem volt időm ezen gondolkodni, és most tartok ott az életemben, hogy, hogy láttam, hogy beindult ez a motor, és itt fogok rákötni a gyerekekre, hogy mit tanítok nekik. Beindult ez a motor, és folyamatosan mentem, és nem szabad egy pillanatra sem megállni. Hogyha te szeretnél valamit, akkor kitartóan munkával kell haladni előre, és nagyon sok kudarc ér majd. Nem szabad megállni, elgondolkodni, hogy jaj, akkor most feladjam, nem, legyen ABCD verziót, megyünk a következőre, és én ezt csináltam. És ilyenkor elfelejtünk sokszor megállni, és elgondolkodni, hogy mit jártunk be. Hogy akkor összegezzük, hogy akkor mi volt az elmúlt tíz évben. És én ezt megtettem többször is, de például a barna része ez kimaradt, mert az olyan természetes volt, hogy igen, akkor felemelte a barna táblát, hogy köszi, de hát neki senki nem fizetett, hogy ezt tegye, és neki láttam, hogy nagyon jól esett, hogy ezt például én így megfogalmaztam, és megköszöntem, és hogy hálát tudtam neki adni. Minden napokban azért nem mindenkiről készül portréfiam, hogy mondjuk erre lehetősége legyen egyrészt, másrészt meg egyébként talán egy picit ki is kényszerítse belőle, hogy elgondolkozzon ezeken a dolgokon, de ha már a fiataloknál tartunk, és egy picit úgyis ezzel az anyóságodra is rá szeretnék csatlakozni, de maradjunk a mai kor gyermekeinél első körben, tínédzsereknél. A ők, mert azért az előbb úgy nyilatkoztam, hogy a, a hallott információk alapján, hogy ők hogyan állnak a világhoz, de hozzád milyen információk jutnak vissza tőlük? Mit szeretnének, ami esetleg nincs nekik Nincs rá lehetőségük, vagy úgy érzik, hogy hiányzik ahhoz, hogy ők akár sikeresek legyenek, vagy bátrabban merjenek előrébb menni? Vagy mit látnak problémának adott esetben a mai világban, amivel meg egy kicsit se... őket tudjuk segíteni? Hát a probléma leginkább az, hogy meg se tudják fogalmazni, hogy mit szeretnének, és ez talán leginkább a saját önbizalom hiányukból fakad. A globalizált világgal egy időben és az online uh, médiának a megjelenésével, vagy a térhódításával egy időben alakult ki ez a probléma. Pontosan azért, mert uh, mert még nem született meg olyan szigorú szabályozás mondjuk az online közösségi oldalakra, ami most már egyébként egy feladat, és most már kezd működni, hogy ne legyen ilyen online shaming történet, ne legyen bántalmazás, abúzió egyébként az interneten, ne lehessen felelősség nélkül valakibe beleállni, ne lehessen arc nélkül felelőtlenül véleményt mondani, osztani, lehessen, de akkor legyen annak következménye. És nyilván az online tér az egy ilyenfajta, erdő volt, amibe el tudtak bújni az emberek eddig, és most már egyre nagyobb teret hódít, egyre messzebb mennek, nyilván a problémák következtében, és ez egy különálló problémává vált, és ennek lettek az áldozatai szerintem a mostani fiatal generáció, amire egyébként nagyon oda kell figyelni, fel lehet őket erre készíteni, de ebben már nem is biztos, hogy teljes mértékben én vagyok a szakavatott, én nyilván a saját szakterületemen tudok erről példát mondani, mert nyilván engem is bántanak kőkeményen, csak hát én már felnőttként, ismert emberként másként próbálom kezelni. A kezelési mód egyébként ők hasonló. Tehát azt kell megtanulniuk, hogy ez, ez egy álvilág, ez nem egy valóság, ami, ami egyébként nehéz, mert ha, ha nekem, akinek van egy magabiztos határozott énem, öntudatom, tudom, hogy, hogy nézek ki, tudom, hogy mik a határaim, tudom, hogy milyen ember vagyok, tudom, hogy mit hoztam ki magamból maximumként, vagy meddig tudnék még eljutni, azt egy tínédzser pont nem tudja, és pont a gyökereknél, vagy az alapoknál kapja már azonnal a sérülést, tehát, hogy rájuk külön jobban, sokkal inkább oda kellene figyelni. Másik pont pedig, bocsáss meg, mindjárt befejezem, csak pont, ebből, csak örömmel hallgatlak. pont ebből a, a problémából fakad Ugye azt látják, nem látják az életutat. Tehát azt látják, hogy hogy az interneten, az online médiában, akár egy TikTokon, tehát ha, ha te ügyes vagy, és jól csinálod, jól forgatod a szavakat, vagy elég hülye vagy, vagy vicces vagy, akkor egyszer csak lesz 300 ezer követőd. Most mondtam valamit, és abból te már komoly dellákat tudsz félretenni, és ez egy cél lett a fiatalok számára, mert teljesen testhez álló, hiszen mindenki ezzel foglalkozik. És ez is egy hamis dolog, tehát sokszor én magam is egy influencer vagyok, de nem influencer lettem énekesnő, hanem énekesnőből lettem influencer is, és azért a kettő nem ugyanaz. Tehát, hogy a munkát akkor sem lehet elkerülni, hogy azt megágyazzuk, hogy annak legyen egy értéke, hogy te valamiért utána akár reklámért pénzt tudj kérni cserébe. Bár egyébként a privát véleményem az az, hogy sokszor um, sajnos a média csinál olyan emberekből példaképet ennek hatására, akik mögött amúgy tényleg nem látom a tartalmat, és a mai napig nem mondok nevet, mert valószínűleg akkor adnék egy újabb bulvárcik alapot <laughs> ennek, hogy van egy-kettő, akit elgondolkozom, hogy rendben, de, de ő, 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 kicsoda, és mit csinál, és mi az az érték, amit képvisel, mert nálad azért tényleg az ember dolg, hiszen tudja, hogy énekes nő vagy, Igen. és azért ehhez párosik. Én is még azt mondjam, én műsorvezető vagyok, nem elsődlegesen influencer, de ma már mindenki, aki jelen van a közösségi oldalakon, valamilyen értelemben influál tehát hogy véleményt formál, hatással van a fiatalokra, és ebbe kéne szerintem valahol tényleg nagyon-nagyon rendet tennünk. De, és azt mondtam, behozom az anyasságodat is ebbe a dologba. Szerinted a szülőknek hol van ebben a komoly feladata? Mert az a nagyon nagy helyzet, egy kicsit pat helyzet szerintem ez szülőként, hiszen mi már nagyjából benne vagyunk, de azért még mindig tanuljuk a digitális világnak a, a rendszereit, a lehetőségeit. Sokan még egyébként, akik még a mi szüleink, nagy valószínűség szerint nem is értik és nem is sejtik, hogy ez a globális rendszer ezt te, hogyha valahova csak egy valamiféle félmondatot oda büfizek, és negatíve hat, az egyébként hány ember látja ki, mindenkit ér mit gyűrűzhet belőle tovább, és ezeket most tanuljuk mi is. Tehát valahol a gyermekénkkel együtt kell tanulnunk ezt a dolgot, de akkor is ott van azt gondolom benne a szülői felelősség, nem? Hogy ne lenne? Hát ezen nap, mint nap gondolkodom, de ilyenkor próbálom is elhesegetni, hogy még azért ott nem tartunk, hogy az, gondolkodjak, van, van elég gondolkodni való mostanra is, de hogy igen, tehát, hogy ezek a kérdések, hogy engeded-e a gyerekednek, valamelyik nap apukájával, a férjemmel, pont azon beszélgettünk csak úgy, hogy és egyébként mi mikor engednénk meg egyáltalán, hogy a gyerekünk mondjuk mobilt vigyen magával. Mert egyrésztről tök jó, én is tudom magam, hogy megnyugodnék, hogyha bármi baj van, akkor legyen nála valami, amin, hogyha megnyomom az a zöld gombot, akkor anyát fogom felhívni, és akkor el tudja nekem mondani, hogy anya, ez meg ez van, elfelejtettem, ha nem tudom mi, mert legyen ekkor a legnagyobb probléma. De ugyanakkor meg miért kell, nekünk se volt. Tehát, hogy igen, ott van ez a kettősség. Hozzáteszem, hogy abban a világban nem olyan világot éltünk, mint most. Tehát akkor simán el tudtam sétálni öt évesen a boltba, hogy vegyek magamnak jégkrémet, és még kis fizettem a kis pénze nem vertek át, nem üdött el az autó hazafelé, tehát hogy működött ez a rész. Most már azért ilyet el meghallasz, tehát azt hallom, hogy valaki uh, kievt bentebb egy háborús helyzetbe, 11 éves kisfiúként 800 valahány kilométert megtesz gyalog a szülei nélkül, akkor azt mondom, hogy azt hogy? Hát, hogy ez egy kis hős. Tehát, hogy más világot élünk teljesen. És nagyon nehéz erre felkészülni. Nem tudom, hogy mi a jó. Az se jó, hogyha én azt mondom, hogy nem involválódok bele gyerekkel együtt, mert van erről egy elméletem, mert lehet, hogy egyedül maradnék a társadalomban, aki így gondolkodik, és az sem feltétlenül jó a gyerekemnek, hogyha egy kirekesztettet nevelek belőle, hogy na, te nem, nem érdekel, hogy a többi mit csinál. És nyilván az ellenkezője sem jó, tehát majd való, valószínűleg folyamatosan tájékozódik Én Azért mondom, hogy ez egy folyamatos tanulás nagyon nehéz. Is. De ehhez viszont kell egyfajta és nem is és nagyon észnél kell lenni. Tehát hogy nem tudok mást mondani, hogy rendkívül tudatosnak kell Én Szerintem ezt a szót ezt még sokan csak ízlágeti, mert szeretjük dobálni, de az a pont, az a személyes történet, amit az előbb elmondtál, hogy, hogy felismerni életeseményeket, annak a hatását, az eredményeit, az okokozatot ok odáig eljutni, az egy komoly, komoly munka saját magunkban is egyúttal. Viszont amit te hozol magaddal a batyut, akár apukádon keresztül, vagy apukád által, az, hogy vajdasági magyar vagy, az, hogy átjöttél ide, és gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent hátra kellett hagynod az akkori életedből. Ezek benned hogyan, hogyan hogyan formálódtak? Hogyan formáltak téged, és mit adsz ebből tovább a kisfiadnak? Mert biztos vagyok benne, hogy vannak lenyomatai, uh -huh. Nagyon ami, sok. ami ráadásul te, és ugye ezt beszéltük az interjú előtt, és nem most akarom ide behozni, de sajnos az aktualitás egy picit meg is követeli. Te, te például átéltél egy délszláv háború, tehát egy háborús közegből jönni, és ad egyfajta attitűdöt az embernek, amit most mondjuk ki sajnos úgy néz ki, hogy újra át fogunk élni valamilyen formában, és te már ezzel a csomaggal kell, hogy a kisfiadat szélnek erezd az életben. Igen, hát, és ugye az a normális szerintem, hogyha ezen egyébként nap, mint nap nem is gondolkodik az ember, de miután ennek újra aktualitása van, én is nyilván többet foglalkozom ezzel a témával, és ott veszem észre, hogy bennem már milyen lenyomatot hagyott, hogy például mi a véleményünk egy ugyanolyan témáról a férjemmel, aki egyébként magyarországi születésű, és hogy ő, ő miben látja másképp a helyzetet, és én hogyan állok hozzá. Én például már... De összecsomagoltál már gondolatban? Ő meg még nem, nem? Én, már a, én már a helyeket néztem a térképen, hogy hol lesz majd érdemes letelepedni, hogyha, és hogy nem értette, hogy hülye vagyok. És mondtam, hogy nem, 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 és nyilván nem az a célom, hogy most elinduljak, és el, elkezdünk mi is menekülni, csak hogy, mint ahogy mindig mondtam, hogy ABCD terv kell, hogy legyen az agyunkban minden helyzetre, Nyilván Szerbiában él a családom, Svájcban élnek rokonok, tehát mindannyiunknak vannak emberek, de hogy nem biztos, hogy az egy megoldás lesz, és hogy azon túl menően is már tudjunk gondolkodni. De a legfontosabb A forgatókönyv az, hogy maradunk, és minden marad a helyén, és minden rendben lesz. Lehet, hogy nem most kezdünk el építkezni például a családi házban. De, de hogy ezeket nem pessimista gondolatokként szánom mindig a férjem felé, mert ő, hogy néz rám ilyenkor, is, azt mondja, atya világ, tehát egy semmi probléma, nyugodj meg, hát lemegyünk holnap a boltba, és még mindig ugyanúgy van kenyér. Mondom, igen, és nem is uh, ilyen vészmadár szeretnék lenni, csak tudom, hogy mit mondok, tehát tudom, hogy nem akarok utolsó pillanatban majd kapkodni. Uh, amit, amit, viszont abból a háborúból hoztam, és, és, eddig ezen nem gondolkodtam, és ugye most az aktualitásokkal vált számomra világosá, -e, hogy uh, nagyon hálás vagyok a szüleimnek, mert most jöttem rá, hogy ők mennyire zseniálisan tudtak abban a helyzetben minket ö, ebből kivonni. Tehát érzelmileg. Én például, akármikor megkérdezte valaki, nyilván nem volt sokszor téma, mert erről valóban nem akar az ember beszélni egy olyan embernek, aki nem élt még át háborút, mert nyilván nem fogja átélni. Ö, nem fogja megérteni úgy, csak meghallgat és együtt érez egy picit, tehát arra meg semmi szükség. De hogy mm, igen, ez egy nehéz téma, mert például apukám, sokáig azt is szégyeltem például elmesélni bárkinek, vagy nem titkoltam, csak nem szerettem róla beszélni, hogy a háború idején, Délszlev háború idején ugyanígy behívták a, a vajdasági magyarokat is, a férfiakat. Tehát megkapták a behívólevelet, háborús hadi állapot volt, és ö, minden 20 és 60 év közöttinek ugyanúgy be kellett vonulnia. 18, bocsánat, és apukám is megkapta ereje teljében lévő 40-es pasiként, és azt mondta, hogy két gyereke van, és ő nem fog bevonulni egy értelmetlen háborúba, hogy ő számára idegen embereket lövöldözzön. Ráadásul egy NATO is beavatkozott akkor, tehát hogy egy ilyen légitámadás esetén hogy védekezel gyalogos katonaként vicc. És ezért ő bujkált, és egy hétig a nagyszüleimnél aludt össze-vissza. Én, én, nem is nagyon tudtam dolgokat, tehát így nagyon szépen volt ez tálal, vagy apa most egy pár napig ott lesz a nagyszülőknél, de anyukám mi mosolyogva mondta És az volt a szerencsém, hogy nem éreztem azt, hogy milyen apa nélkül egy háborúban lenni, de közben meg látod, szégyeltem elmondani, mert azt gondoltam, hogy ezáltal majd azt fogják mondani, hogy egy gyáva apám van, vagy nem elég hazafi, mert hogy ő elmenekült. És most jöttem rá, hogy tökéletesen igaza volt, hogy ebbe nem kell részt venni, mert akaratán kívül a frontra küldték volna, nyilván a kisebbséget elsőként, hogy legyen egy golyófogó tábor, mint ahogy történt is. Mm. más szavak egyébként nagyon, ezek, és, és, ez így is volt, egészen és ezt más vállalom. abból az aspektusból hallani, hogy ezt tényleg a saját bőrödön tapasztaltad, hát még egykor kisgyermekként. Igen, igen, van. igen. A másik pedig az, hogy nem értettem, hogy amikor kérdezik, hogy hogy éltem át, akkor még meséltem, hogy igen, volt légiriadó, ugyanígy két óránként, vagy hajnalba volt, akkor amikor mentek vissza a vadászgépek, akkor megint volt légiriadó. És akkor futottam ki az utcára, mert hogy le volt zárva a egy a suliba, hazaküldtek minket, a suliba betelepítették a katonákat, és a radarállomásokat, és akkor ebben megint benne van, hogy mit bombázott a NATO. Nyilván csak a radar létesítményeket és polgári létesítményeket nem akart, de miután ott voltak a radarközpontok, így el tudta mondani a másik ország, hogy polgári létesítményeket is bombázott. Tehát, hogy ezért ez így fel volt építve. Ugyanígy információ-dezinformáció tökéletesen működött. Hát effektív te abban a korban átéltél bombázást, hallottad a sűvítő repülőket, akár golyók szálltak a idézőjelbe a fejetek föl, tehát ezt te konkrétan a saját bőrödön tapasztalva átélted. Vagy csak tudtad, hogy valahol tőletek nem messze. Tőlünk 20 km kapott uh -huh. Szabadka és palicsis több bombát. Ott hajnalban ébredtem fel arra, hogy remeg a szoba, és azt hittem, hogy földrengés van, és hallottam a bomba morajlását. Nyilván fegyverek ropogása ott nem történt, mert leginkább csak bombázással támadták a helyet. Délebben, Koszovóban, ahol a fő probléma volt, na, ott, volt a, ott volt az a fajta háborús hadi állapot, ami most zajlik Kievben. De ugyanúgy megéreztük azt, hogy nem volt... Nem volt gazda, nem volt élelmiszeráramlás, lezárták az egész határt, tehát ott is a tartalékokból kellett. Volt, hogy napokig nem volt áram. És gyertyafénynél füröttünk, vacsoráztunk a családdal. Uh, Anyukám elkezdte a húsokat a mélyhűtőből kipakolni és ásni el, hogy ne romoljon meg, mert nem volt áram, nem tudták lefagyasztani. Hogyan emlékszel ezekre az időkre? Mert aminek nekem, nekem szakadt, kaland volt. Ezt akartam, mondani, hogy ez gyerek. Tehát nekem ez olyan volt, mint egy nem. ilyen durva kiképző tábor, de a tábor szó jó értelmében és ezt is szégyeltem, hogy bakker, ezt hogy mondjam most úgy el, hogy ez, ez nekem miért más sír, és gyászol, és elveszíti a családtagjait, és nem mondom, hogy ez vidám időszak volt, mert nagyon sok lemondással járt, de de nem úgy éltem meg. Na, és ez a lényege, hogy miért akarom megköszönni most a szüleimnek, mert most jöttem erre is rá, hogy újra egy ilyen aktualitás van, hogy már én is anya vagyok, és nyilván másképp látom a dolgokat, hogy zseniálisan megoldották azt, hogy ők egyébként a gyerekek előtt erről nem így beszéltek. És közben anyukámmal nap, mint nap most tartom a kapcsolatot, és mondta, hogy persze, hát gyomoridege volt, hát sírt éjszakákat. Amikor bombázás volt mellettünk 20 kilométer, amiről az előbb beszéltem, akkor apukámnak mondta a hálószobába az ágyban fekve, hogy ne hozzuk le a szobából az emeletről a gyerekeket ide mellénk. És mondta apám, Minek? Hát, ha bombát kapunk, akkor nem tök mindegy, hol vannak, fent vagy itt. És tök igaza volt neki is. Tehát, hogy ők erről maximálisan beszélgettek, és féltek is, de nekünk nem mutatták. Mi ott voltunk fent, a helyünkön, és te, mivel hogyha ha te stabil és, és egy ilyen megbízható, megnyugvó attitűdöt képviselsz, akkor látod, a gyerek is így szocializálódik, és ezt nagyon köszönöm nekik, mert így nem lettem ilyen nagyon megrecsent ember, mint hogy lehettem volna ebből fakadólag. Annyira az... kicseng a mondandó, úr, egyébként az, ahonnan indultunk, hogy tényleg a, a, a szülői jelenlét oda, de legfontosabb. Az mennyire, mennyire fontos egy gyermek életében. Uh, most, hogy egy, egy picit azért idézőben vidám a vizekre evezzünk azért, mert nagyon sokat tudnánk erről beszélni, és tényleg iszom szavaidat, és jó hallgatni téged. Azért egy kicsit aktuális dolgokról is kérdeznélek, hiszen az anyaságod azt gondolom olyan, ami abszolút átjárja a, a, a teljes lényedet, és, és, ugye innen is át tudunk csatolni arra természetesen, hogy, hogy a, hogy a gúz irányába majd ezeket hogyan viszed tovább, és már egy picit így mutattál is nekünk abból, hogy mondjuk a férjeddel hogyan és, és uh, hogyan kommunikáltok -e erről, de hogy téged személy szerint az anyaságod miben változtatott? Mert mi az, ami, mi az, ami maradt a régi heniből, és mi az, amit elengedtél? Vagy hmm. nem is, hogy elengedted, elvitte. Mert nem is kellett engedned, mert ez, ez magától vitte. El. Nagyon érdekes, mert ezt mindig utáltam, hogy ez erről mindig beszélnek anyukák, és akkor oh, igen, az előtti külső szemlélőként mondtam, mert nem, nem tudjuk. Mert én is hogy így nem voltam Mondom, mert mert Ugyanaz az, az ember <há> tud ennyit megváltozni. Jó, persze van egy gyermekük, aki imád <hállt> szeret, egy csomó új feladat érkezik az ember életébe, felborul a prioritási rendszer. Na de azon kívül az ember az ember marad. És ez nálam is így van, de mondanám, hogy nem akarok közhelyekbe felemenni, de hogy egyébként tényleg klisé, hogy megváltoztat az ember, de nem csak klisé, tényleg így van. Meglágyított. Engem a helyemre tett, szerintem, vagy merem ezt mondani. Tehát most is határozottnak tartom magam, most is amazonnak tartom magam, de az a fajta fiús megfelelés, ami végig kísérte a fiatal karrieremet is már, apukám felé, és az így tovább vittem, aztán a sugárlovba voltam énekes egy ilyen botrányzenekarba, ahol csak fiúk voltak, tehát és aztán a szóló karrierembe, ahol szintén az összes repzene, vagy bármilyen zene, ami, ami az én nevem égi szem alatt kikerült, az mindegy ilyen pasiosztó, nagyon megosztó, fiús, de közben nőies külsővel, de egy ilyen nagyon polgárpukkasztó énemet vittem tovább. Énem, az az énem, az ugyanúgy bennem van, de nagyon lefinomodott. Mert Van egy ilyen... olyan érzés egyébként emiatt, hogy most már a kisfiad miatt nem akarod ezt így kisarkítani, ezt az oldaladat, hogy ő már ne lássa, mert mondjuk mire ő nagy, nagyobb oh, látni lesz. Fogja uh, így, igen. de hamarabb, mint <laughs> azt ő <laughs> szeretné, szerintem. <laughs> Kondanad, igen. Lesznek jó fejosztálytársai biztos, akik megmutatják. <laughs> igen, de. csak addig azért annyi minden fog még történni, vélhetően annyi új információ mm -hmm. fog rólad is megjelenni, akár a sajtóban, mert végül csak az internetet tudunk most hagyatkozni. A nyomtatott sajtó, se tudom, hogy lesz még akkor, de hogy már, már hogyha olyan el Ezeket a dolgokat, tudod, ahogy mondani szoktuk, hogy minden a három napig tart. Nem akarom eltörölni, mert az is hozzám tartozik. Tehát, hogyha majd egyszer akkora lesz, hogy erről beszélgetni tudunk, akkor el fogom neki mondani, hogy igen, volt anyának egy olyan korszaka, amikor teljesen egyedül, egy ilyen harcos amazonként éreztem magam, és én azt gondoltam, hogy egy nőként be tudom bizonyítani, hogy érek három férfit is, ha nem többet. Tehát, hogy igen, ez ebből fakadt. És, és ez most is bennem van, csak jött egy olyan erős anya cunami, érzelmi hullám van a lelkembe, ami ennek nagy részét így uff, elsodorta. És, és ezért mondom, hogy finomodtam rengeteget, mert ha most új dallal érkeznék a piacra, mint ahogy szoktam is, ezek már jóval lágyabbak, de Témájában ez is nagyon megosztó, csak most már nyilván nem a buliról, meg a vodkát igyunkról, meg a szétszedlek pasi, hanem úgy nézve rám, két mondattal történeteket veszem elő. Nyilván nem is lenne életszerű, nem ebbe élek hanem nem tudom, társadalmi más dolgokról, ami engem foglalkoztat, és van benne határozott konkrét véleményem. De lehet, hogy ez is finomodni fog. Most így hagyom magam, hogy sodrodjak, mert nyilván a zenei stílust azt nem akarom ilyen nagyon tudatosan besarkítva, határolva vinni tovább. Van egy rajongótáborom, akik, akik szeretnek azért, amilyen vagyok, és bízom bennük, hogy és ők is bíznak bennem, hogy a következő majd így közösen formál minket. Hisz egyébként azt se felejtem el, hogy az a rajongótábor, aki rajtam nőtt fel, azok is felnőttek. Azok is egyszer anyává válnak, tehát hogy ők is öregszenek velem együtt. Ha, de jó érzés. <laughs> És akkor valószínűleg együtt fogunk így tudni változni. Meg tökre érthető az egyébként, hogy, hogy reflektálsz az aktualitásokra, meg ami belőle jön. Tehát egy előadó művésznek szerintem muszáj saját magából merítkeznie, főleg, hogyha olyan, aki magának is írja a dalait, tehát honnan máshonnan tudná, hát a nagy költőink is gyakorlatilag az élet reagáltak és még itt a végéhez közeledve a rádiós beszélgetésünknek, mert aztán ugye mi még a YouTube-on folytatjuk, de az jutott eszembe, hogy muszáj feltednem neked azt a kérdést, amiről mi akkor beszéltük telefonon, amikor ugye felkértelek erre az interjúra, és nem így fogalmaztam meg, de most így fogom tudni neked átadni, hogy mindig az az érzésem, hogy én nem értem, hogy Dérheni miért verik ki a biztosítékot az embereknél. Tehát én nekem nem szélsőséges az, amit te csinálsz, viszont van egy olyan ominózus, most is kirázott bele a hideg, fész, nem bocsánat, Instagram posztod, amin én nagyon nagyon erősen gondolkoztam, hogy reagáljak -e rá, és megmondom neked őszintén, mindjárt fogod érteni, hogy mire gondolok. Csak azért nem reagáltam, mert nem akartam belemenni megint egy ilyen Hol holott a te oldaladon álltam, amikor te kitettél a pároddal egy fotót, talán mentetek ugye aktuális vizsgálatra, mm -hmm. és hogy neked este Tudom, az emberek, hogy, hogy, hogy ugye te azt írtad oda, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy itt van veled és melletted, és a másik oldal egy jelentős százalék neked esett, hogy hát. Persze, mert velük azért nincs ott a pasiuk, mert, mert valakinek dolgozni is, dolgozni is kell, mert minden. És akkor én, én, én olvastam ezeket a cikkeket, és nem is azt mondtam, hogy nem, én értem, hogy a Henny ezt miért írja ki, de miért értem, mert én egy egyedülálló nő vagyok, aki mellett nem volt ott a férfi. Na erre gondoltam. És, és, hogy és nyilván nem arra gondoltam, hogy aki ott ül, az biztos egyedülálló, hát, de hogy csak persze. képletesen fog, Nem lehet már képletesen fogalmazni. Egyébként de lehet, csak nagyon kevesen értik. De mivel, hogy, mivel, mivel vágott ki szerinted sokszor a biztosítékot az emberek? Őszintén? Na. Szerintem azzal, hogy nem kesergek, nem vagyok nyomorult, nem mondhatom el azt, hogy nem tudom, apa nélkül halálos betegen nőttem fel, nem beszélek ezekről a problémákról, mert úgy lettem nevelve, hogy akár mennyire éltem át egy háborút például, Látod, erről nem nagyon szoktam beszélni, vagy hogyha beszélek róla, nagyon figyelek arra, nem miattad, nem a közönség vagy a hallgatóság miatt, magam miatt, és talán ez a legfontosabb, hogy ne lehúzzam magam egy múltbéli dolog miatt, hanem keressem meg azt a pontot, amiből ez engem épít. És amit beépítek a mostani életemben, amit be tudok integrálni, amit a gyerekemnek tovább tudok majd adni, és például itt van, megköszöntem a szüleimnek, hogy Ebben a helyzetben ők így neveltek. És nem azt mondtam, hogy milyen nyomor volt, tényleg nem volt áram. Buliként fogtuk fel, a szüleim is így álltak hozzám, játszottunk, kártyáztunk, pedig nem lett volna okuk, ott sírtak az ágyban. Tehát én ugyanígy élek, és sosem panaszkodom, mindig a jó dolgot, a pozitív dolgokat próbálom nézni ebben a történetben. És szerintem az emberek ezt látják, hogy rohadtul boldog, rúgjunk már bele. Mert sok, sok embernél ez kiveri a biztosítékot. Már ez a tudat, hogy valaki kiegyensúlyozottnak érzi magát, a helyén érzi magát, még akkor is, ha nem vagyok a helyemen. Tehát, Hogyha, hogyha én meg tudom magyarázni, hogy mit miért tettem, és nem tudom, elmondanám, hogy három diplomám van, na, akkor most mi legyen? Tehát, hogy van egy olyan típusú ember, aki, akinek könnyebb a sárban fekvő társába kapaszkodni, és ugyanúgy ülni a sárban. Na, itt van a Józsi, és is ott van a sárva is mekkora mert ő velem van, ő ért engem, mint kimászni abból, és követni valakit, akinek sikerült. Most azért a YouTube nézőinek egy kicsit könnyebb helyzetük van, mert bízom benne, hogy ők, ők nézik így folyamatában a beszélgetésünket, és sajnos csak a rádióhallgatóknak kellett úgymond a, a, megszakítanunk az interjút, és a szavadba vágnom, hogy ott vége, de itt azért mi folytatjuk ezt szóval, hogy, hogy amit te mondasz, az egy nagyon érdekes hozzáállás és mentalitás egyúttal, hogy tényleg a, a földön fekvőbe, ha belerúgunk, akkor nekünk talán kevésbé rossz vagy talán annál jobban érezzük magunkat, de hogy ezt valahogy annyira jó lenne most már kimosni a gondolkodásunkból, nem? Tényleg mindig nagy tragédiáknak kell ahhoz globálisan történnie a világunk, vagy egy picit változtasson a gondolkodáson. Egyáltalán változtatta. A Covid-nál nagyon sokan mondták azt például, hogy ez tök jó, mert van a rendszernek magának egy kis öntisztító ereje, hogy most ketté válik, mint az óló nyele ugye a társadalom, és lesz, aki elkezd gondolkozni nagyon magán. Nagyon kevesen vettem észre. Én is azt gondolom. Tök, tök optimista hozzáállás volt. Én Se észre volt, de szerintem, aki így gondolkodik, az, az nem szólalt meg. Hanem, ez így, ja, hanem ők így megbeszélték otthon maguknak, mert miért kellene megszólalni. De a végén már azt éreztem, hogy annyira nagy volt a másik tábor, hogy ha senki nem szólal meg, akkor elnyomják azt is, aki eddig próbált normálisan gondolkodni. Na mindegy, ott, ott egy kicsit kétségbe estem, hogy hű, ekkora tényleg a probléma. Nagy a kilátástalanság, nagy a kiábrándultság, nagyon, nagyon sok volt a csalódottság, fájdalom, STB, STB, de hogy nem az a megoldás, hogy akkor egymásnak esünk. És, és nekem például nem azért, mert én csak a saját magam dolgát, hát én is látom a híreket, én is látom, hogyha valakinek nagyon nagy sikere van, nagyon sok pénzt keres, nem tudom. Nekem az nem tud fájni. Nekem nem tud az fájni, hogy én most vegyem, összeszedjem magam, és akkor elkezdjek írogatni, hogy na, no, de és akkor az ő életé, a miből van, miért van, miért látja így, nem, nem tud érdekelni, vagy azt mondom, hogy ma az igen, hát akkor majd én megcsinálom másképp, ahogy én szeretném, vagy ha látom, vagy, vagy pedig ugyanúgy, ha tetszik, akkor hajrá, menjünk utána. Tehát, hogy ez, én, én mindig így gondolkodtam, és nyilván a legfontosabb, hogy ezt hogyan lehet kezelni, mert ez, ez szerintem sokkal fontosabb, mint az, hogy látjuk, hogy ez van. Ugye nem csak mi, ismert emberek kaptuk a, a savat, vagy én akár, adott esetben többszörösen bármit is tettem ki. Tehát a végén már szegény kisfiamnak kitettem a kezét szerintem, és már arra is tudtak cikkeket gyártani. De hogy... A legfontosabb, hogy nyilván ignorálnunk kell. Ezt mindig elmondtuk, hogy engeddel, engeddel, ez olyan divatos szó lett, hogy engeddel, ne foglalkozz vele. De tényleg van az a szint, amikor már azt vettem észre, például most az aktualitásokhoz kötődően, nem tudom, nem témába hozni. Hát, én Egy hétig nem posztoltam most, hogy kitört a háború, mert úgy éreztem, hogy nekem aztán rohadtul nem fogok vele segíteni, hogy kiteszem a galambot a békegalambot, vagy, vagy kedves szavakat, vagy egy gyászprofilt, vagy bármit, mert én nem akarom ezzel felhívni magamra a figyelmet, engem is felhívtak a médiákból, hogy nyilatkozzak, én, mint aki átélte, de pont azért nem akarok, mert aki átélte, az annak... Az, az vicc, az egy bohózat. Tehát te, aki egy tök jó országba élsz, de majd innen megmondod, hogy mennyire sajnálod őket, hát lótúrós. Ne, egyáltalán nem. Csendben vagyok, és csendben imádkozom, értük? Vagy teszem a dolgom, és segítek, amiben tudok. Egy hétig nem posztoltam, és figyelj, annyira jól ére. Azt vettem észre, hogy... Kitisztultál, <laughs> Igen. Mert nem jött az a nyomorék negatív, tehát, hogy bármit teszel, tehát ez egy nagyon nagy nyomás, és ilyenkor vettem észre, hogy nem volt hogy én ezt azért egy ilyen folyamatos strom alatt vagyok, és mindig mosolyogni, mindig ignorálni azért nagyon nehéz. Még annak is, aki látod, így rendben van magával, mert már egy idő után unolt, hogy akármit csinálsz, az szar. És azt így kapod vissza, és valaki csak odaírja. És tudom, hogy ezek nem, és persze ugyanaz, engedd el, és én is ezt mondom, de... De van egy határ, amikor már szerintem ezt tényleg jogszabályjal valahogy szabályozni kell, és meg kell fékezni, mert ez tényleg nem egészséges. Annyira aranyos volt, nem tudok rá más szót, mert tényleg olyan aranyos volt például, amikor egy másik alkalommal, amikor beszéltünk telefonon, akkor ugye úgy fejezted ki magad, hogy azért bánt, és azért nem érted ezt az egészet, mert hiszen te amúgy értük vagy, tehát a közönségedért vagy, értük énekelsz, nekik akarsz a dalaidal örömet okozni, erőt adni, mert a zene az mindig egy olyan dolog, ami, ami felemel, ami visz előre, ami adhat inspirációt. A zene soha nem az, ami visszahúz, szerintem, és hogy én mondjuk különösképpen szeretem a zenét, és úgy érzem, hogy vannak dalok, amik ugye bizonyos élethelyzetben, mint a Jedi tényleg, aztán fényt kapok én magam, és, és megyek általa előre, és hogy és előadó művészként, te tényleg a közönségedért dolgozol, és teszed bele mindent, és hogy megértem azt, hogy ez tud fájó lenni, amikor mondjuk így negatíve, bár nem tovább tudom, hogy adott esetben az az ember valószínűleg nem a közönséged része, hanem egy kívülálló, Persze, áll, egy de, de ez azért nagyon erősen rá tudja nyomni a bélyegét, úgy általánosan a közönsége való viszonyodra mert hát mégiscsak, az, tehát nyilván ez az online tér, ez tényleg egy teljesen másik bolygó, és én bízom benne, és tudom, hogy akik ott vannak a koncertjeimen, azok nem azok. De nehéz, mert nehéz ezek után, újra összeszedni magad, és alig várod, hogy színpadra állhass, de akkor mit mondj nekik? Tehát, hogy el, fogja közlendőd egy idő után, és ezt nem szabad hagyni, hogy a művészek, vagy, vagy például tovább megyek, tehát ott volt ez a fél év, amikor ez így begyűrűzött. Fél évig nem volt mondandóm, nem tudtam dalt írni. Lett volna egy csomó ötletem, de úgy voltam vele, hogy az én mély érzéseimet, hát francokat fogom kipakolni, azért, hogy utána belerúgjanak. És ez annál mélyebb érzés, mint sem, hogy én oda pakoljam. Akkor inkább nem írok semmit, és foglalkozom kis családomban. Tehát, hogy de ez sem jó, mert ezzel meg ugye azt érjük el, hogy mindenki begyűrűz, és mindenki bezár a saját kis kuckójába, és a művészi értékeket is így lenyesegetjük, és, és minden, ami eddig virágzott, azt így, igen, tehát a virágzó faágakat így elkezdtük leszórni, és megnyesni meg minden szempontból, és mindenki egy ilyen kis kopárba áltott magának, de ez meg nem vezet célra. Hogy... Egyébként azért fájó az, hogy, hogy olyan emberek, akiknek amúgy lenne mondandójuk, mint neked is van. Nagyon sok, tehát annyira örömmel hallgatlak most. Tudod, itt milyen? Az elmúlt ez olyan, mint van. amikor a, a tinédzser először szerelmes az életébe, és jövünk mi, hogy. Ja, hát úgyis is elmúlik. Úgy se lesz, hagyjad már, ja igen. És ez a van ilyen típus, én már láttam ilyen típus embert, a repesve szerelem is ott van a pillangó a gyomrába, és alig várja, hogy írjon, és nyilván megmosolygod, mert hisz emlékezetből tudod, hogy te is ezt csináltad, lehet, hogy már most nem ezt csinálod, de ő hadd élje meg azt az elsőt úgy, ahogy ő azt szeretni. És a fájni fog, fájjon neki, de ne, ne, ne csapjuk le, hogy ott az úgy se úgy lesz, hogy az élet nem erről szól. Hadd jöjjön rá. Én ezeket például szeretném majd a fiamnál így meghagyni, hogy, hogy az első dolgokat élje meg úgy, ahogy tudja. Hogyha már a kisfiad újra visszajött ide a, a közénk, ide, ide ült az ő kis lelke. <laughs> hát, itt van <laughs> Például a te karrieredben, az ő jelenléte, mennyire, várjál, nagyon rosszul jutott eszembe, és nem ezt akarom használni, mennyire befolyásolja a te énekes futásodat? Hajlandó lennél le például feláldozni a karrieredet az ő érdekében, vagy azért próbálod ezt nagyon ügyesen, egyensúlyban tartani? Hát hála a férjemnek, próbálom nagyon ügyesen egyensúlyba tartani, ő a maximálisan támogat ebben, mert azt vallja, hogy hát tényleg nagyon jó, hogy így gondolkodik a párom, de mert ő azt valja, hogy boldog baba, boldog anyukától lehet csak igazán, és akkor lesz egy anyuka igazán boldog, hogyha az ő álmait, karrierét nem fogjuk derékba vágni, csak azért, mert Édesanyává vált, és ez tényleg egy olyan fajta kiteljesedés, ami, ami megismételhetetlen az életben, csak akkor jön vissza, ha többször szül az anyuka. De én azt gondolom, hogy eh, annak is megvan az előnye és hátránya, hogy valaki 30 éves kor felett szül, vagy vállal gyereket. Nyilván a hátrányait nem ismertetem, mert már fizikailag nyilván nem úgy te írja te az embere, egyébként az, az, a legsúlyosabb. Is, igen, de, de ami az előnye, és amit fel tudok mondani, és kell is, mert itt is ugye a pozitív megerősítése fontos, ami, ami a 30 anyukák mellett szól, az szerintem az, hogy mi, mi valóban fel tudunk erre készülni érzelmileg, és csak hogy hozzak egy példát, én tudom magamról, hogy ha én a 20-as éveimben, amikor szerettem volna titkon szülni és gyermeket vállalni, ha én akkor vállalok gyereket, ugyanúgy szeretem és ugyanúgy foglalkozom vele, de biztos, hogy sokkal kevesebb türelmem lett volna hozzá. És biztos vagyok abban is, hogy én azt. Ha még ha nem is hangosan, de magamba biztos felrúgtam volna, hogy hát most akkor tényleg ezt is meg kell oldanom, meg még azt is, és még ott a gyerek is, és hogy ez nekem egy ilyen, nem mondom, hogy probléma. De, de majd, hagyom, hogy a gyereket kezdted volna hibáztatni, érte, nem? nem? azt nem, de, de magamat marcangoltam volna. Az ezer százalék, hogy sokkal inkább szétmarcangolom magam, hogy megoldjam a feladatokat, és hogy ez egy egy, egy probléma megoldásként csengett volna folyamatosan a fejembe, míg most, most is ugyanúgy tudnék rengeteget dolgozni, de már eszembe sem jut. Tehát egyrészt a karrierem egy olyan pontján jött a gyerek, amikor, ha most abba kéne hagynom, sem éreznék hiányérzetet. Tehát én, amit pici koromban megálmodtam magamnak a kis csantavéren, a szobámban, azt én már többszörösen túlszárnyaltam, és nem szeretnék mohóvá válni. Én nagyon szépen tudok így is gondolkodni, élni és boldog lenni. Ez legfontosabb. De hogyha még van arra is lehetőségem, és, és a gyerkőcöm is hagyja, mert nagyon jó természetű baba, hogy ebbe belefér az, hogy én valamennyit dolgozzak, és az egyfajta másabb impulzus az életemben, ami szerintem szükséges egy anyukának, hogy kapjon, mint hogy most te is itt ülsz, és egy kicsit dolgozol, és kapsz egy külső behatást, ami, amitől nem leterheltebb leszel szerintem, hanem kiegyensúlyozottabb, és csak feltölt. Kell, So, soha nem gondoltam volna azelőtt, hogy én bemegyek a munkahelyemre, és tudom, ilyenkor darálógép a napom, mert megpróbálok mindent egy napra pakolni, hogy apukának ne kelljen annyit segíteni. És bármennyire is sok és fárasztó a napom, mégis egyfajta más feltöltődés, mint amikor egész nap a gyergőccel vagyok, és így tök jól ki tud egyensúlyozni minket lelkileg talán. Úgyhogy én ennek nagyon örülök. Hát ha tudom, akkor persze, hogy folytatom a karriert. Lehet, hogy nem 110%-kal, mint azelőtt, és már Nincs az az újdal, ami, ami prioritást élvezne mondjuk egy adott náthával szemben, egy gyerek de szerintem aki anyuka pontosan megért, és szerintem a rajongók is. Tehát, hogy egyfajta csökkentett üzemmódban, de ez csak a nézők számára csökkentett üzemmód, mi a ugyanúgy 110 fokon toljuk, csak kicsit szét, szétosztuk Szétosztottuk a figyelmünket így a családi dolgokkal. érdekes, hogy ugye a, elég sokár érkeztél meg te is abba a biztonságba, ami most már a családodat jelenti. Ugye szintén a sajtóból lehet tudni, hogy sokáig kerested is a párodat, volt komoly kapcsolatod is, ahol már azt hihettük, hogy révbe értél. E, hát. Aztán utána volt egy kisebb szüneted is, ha jól emlékszem, amikor úgy nagyon szeretted volna, már, már talán, majd mindjárt kievítesz, ha nem így van, de Kétségbe esettem megtalálni a párodat. Lehet, hogy ez a belső óra hajtott téged, Igen, hogy az anyagság az, 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 az megtörténjen. Akkor követte el a legnagyobb hibáimat. Egyébként kétségbe esve senki ne keressen mert a legnagyobb baklövéseket. Akkor... De az, az milyen hibát jelent? Rosszul választottál, gondolom valami, hogy De mi, mi hogy választottál, vagy kit választottál akkor hát nem, nem is nemesített. Nem resíted, nem, csak... nem szívből választasz, vagy nem várod meg, hogy érkezzen, akkor így mindig kitalálod. Ha. Én én mindig tudatosan akartam keresni. Hát, ha, ha ilyen nem, akkor a homlok egyen a más, és akkor fű, én azt gondoltam, hogy ott közel a 30-hoz, ott, ott, már nem lehet hibázni, mert az ember sok mindent látott. Hű, ha jaj, de hogy nem. De még csak akkor lehet igazán nagy hibákat követni. Főleg, hogyha van egy ilyen valódi belső nyomás a kisagyunkban, hogy van egy biológia jóra. Pedig tudatosan én már arról is lemondtam. És én azt elkezdtem hangoztatni saját magamnak is, hogy én, én nem szeretnék gyereket vállalni, csak azért, mert a társadalom megköveteli. Hát miután láttam, hogy mi micsoda baklövéseim vannak, és hogy hát már őszintén nyilván mi emberek azért, hogyha már az első, második találkozásnál nem érezzük, hogy ő azért potenciális apa jelölt, vagy jelölt, akkor az már vezet fejszel. Abban már azért tudok lesz. egy másik példát mondani. Figyi, nagyon szépen én ilyen mondatot ilyen még sose fogalmaztam be, de nekem életem legnagyobb baklövése volt a legjobb döntésem. Mert mm -hmm. itt van a kislányom, szóval, Igen, hogy ezt nem Igen. lehet tudni, és ezt most ez így van. Jó. E, abszolút benne van, de hogy, de hogy nálam pedig már eljutottam a baklövéseim sorozata következtében arra, hogy na jó, de hát én csak azért, hogy gyerkőcöm legyen, én biztos nem fogok vállalni egy elebe,

aminek mentén kerestél Igen, és én már rá, és egy borzasztó szomorú is voltam ebben az időszakban, mert azt mondtam, hogy nem lehetek annyira önző, hogy én csak, csak, úgy bevállaljak egy gyerkőcöt. Itt most nem rád gondolok, hanem nyilván, és most akkor kimondom, vannak olyan nők, akik egyébként eltelik x év, és már nagyon szorítja az idő, és nem nézi, és nem is fontos neki, hogy ő együtt éljen az apukával, vagy férje, nem férjet keres magának, akkor mondjuk így nevezzük a nevén, hanem szeretne gyerkőcöt, és, és be is vállalja a gyerkőcöt, és utána annak a felelősségével, hogy utána az apukájával egyáltalán nem akar együtt lenni, tehát ő már a kezdetektől kezdve ö, bevállalja. Ezt szerintem... Minden tiszteletem ezek a nőké, tudva azt, de hogy önzőség. mit jelent anyának. De figyelj, én például nekem, én ugye 36 voltam, amikor szültem, ö, Érdekes, és egy picit összecseng azon, amit a te az előbb mondtál, hogy engem soha nem foglalkoztatott az anyaság kérdése. Tehát egészen 35 éves koromig, mikor teherbe estem. Én úgy gondoltam, hogy ez biztos megtörténik velem, de hmm. nem nyomasztott ez a hmm. dolog. Viszont amikor megtörtént, akkor abszolút mindent felülírta az életembe. Tehát az a nő, aki kimeri mondani azt magáról, hogy, hogy ő anya akar lenni, és vállalja ezt minden velejárójával, még akkor is, ha mondjuk egyedül marad utána, vagy nem feltétlenül a férfiről szól, és most tudom, hogy megint nem rólad adott, van hogy, szó. hogy, a nagy család is tök jó, teljesen egyetértek az, hogy igen, annyira szép, nehogy azt higgyük, hogy én ne vágynék el, hogy legyen ott egy társ mellettem. Nem rólad van férfi. szó. Hát, aki vágyik rá, az nem tudja, mire vágyik. Még, tehát még tényleg igen, tehát nem még tudod, egy annyira bizonytalan, akkor igen. nem, ezt, amit te is mondtál, nem lehet elmondani, hogy mit jelent anyának lenni, és ez mivel igen. jár. Hát én, én, úgy gondolkodtam, hogy ha én... Ha nekem ez egy vágyam, én is vágytam rá, de mégsem akartam bevállalni, mert azt gondoltam, hogy annak a gyerkőcnek a kezdőlöketet legalább, a lehetőségét adjam meg annak, hogy családban üljön fel, legyen egy apukája és egy anyukája. És még így is bármi megtörténhet a mai világban, ugye? De hogy már én eleve ne roncsom ezt el, tehát ne úgy induljunk, hogy nem lesz neki. És akkor majd én egyedül nőként fel tudom nevenni, én ezért mondom, hogy respektálom azokat a nőket, akiknek bármilyen módon, de egyedül marad a gyerekével. De hogy boldogan indul a kapcsolat. Vagy legalább az első pillanat. Legyen Tehát, hogy nem úgy, te sem indultál úgy, hogy te mi már pedig mindenki ne, nem, nem is így egyébként. Na férjelt, hát erről maga a kapcsolat. Persze. Sem, Csak, igen, aztán az élet másképp ír dolgokat. és az én azt mondtam, hogy inkább bevállalom azt, hogy ha nem jön az igazi, akkor én, én lemondok a gyerköcről, bármennyire szeretném, mert nekem ez önzőség lett volna, hogy nekem jó legyen, hogy van egy gyerekem, de a gyerek oldalát kivizsgálja meg, hogy neki vajon jó lesz -e, hogy eleve nincs a Na én is így gondolkodtam, és akkor amikor ebbe így kezdtem belenyugodni, kicsit szomorúan, akkor jött Gergő, az én férjem. És egyébként tényleg minden felülír az is, hogy én sem akartam egy, vagy kettő, vagy nem tudom hány, nagy, sok gyereket, és most már nem tudom hányról beszél a Gergő. Valaki szóljon már neki, hogy már... Meg... Gergő, hallgass ezt a nincs műsor, Nincs annyi év az én a De mondjuk, de bennyi. nem foglalkoztat az, hogy mondjuk még vállalnád gyermeket, mert most ugye az előbb a korról beszéltünk, mert meg annak fizikai tünetei. Hát azért mondom, Persze. Igen. Akkor viszont itt az idő a következő babához ezek szerint. Igen. És mennyire változtatta meg a kapcsolatotokat? Teljesen aki azt mondja, hogy nem változik meg a kapcsolat, az hazudik, tehát, hogy nem tud nem megváltozni, teljesen megváltoznak a szerepek. De ezek így, ez így van rendjén szerintem, ezen nincs is semmi probléma. Itt addig van minden a helyén, amíg mindketten hasonlóan gondolkodtok. Mind a szülőségről, mind a párkapcsolatról, és hogyha mindketten ugyanannyi energiát pakoltok bele továbbra is, akkor szerintem egy nagyon boldog, kiegyensúlyozott családról beszélhetünk. És és én nagyon büszke vagyok a Gergőre, mert azóta is nagyon-nagyon-nagyon szépen kiveszi a részét, imádja, szereti a gyerkőcöt, nem derog el neki, hogyha neki kell pelenkát cserélni, hanem teljesen természetes, hogy ő van vele, amikor én dolgozom, és fordítva, és ebből nem csinálunk hiúsági kérdést, vagy társadalmi kérdést, hogy az anyának van a helye a gyerekkel, és fordítva. De természetesen, hogyha nekem besűrűsödne az időbeosztásom, akkor, akkor vállalnánk segítséget. Vagy kérnénk segítséget a gyerkőchoz. De megpróbálunk mindent így magunk megoldani. És mindenben part. mi az, amire kifejezetten oda kell figyelnetek, hogy a nő és férfi szerepetekben ne vesszetek el a szülőségetek által? Hát igen, ez a legfontosabb rész, hogy apa, anya, ö, az teljesen állandósul egy gyerkőc mellett, és nem tudod férként kezelni, vagy férfiként kezelni a párodat, amikor ott van közöttetek a gyerkőc egész nap, és vele foglalkoztok. Programokat ö, gyártatok, ö, rakjátok össze a heti programokat, nyilván ez egy teljes logisztikát igényel, most már nincs az, hogy csak úgy elmegyek egy kis én időre, mindenről be kell számolnom a férjemnek, és neki is az ő programjairól, hogy azt tudjuk fésülni, hát igen. Az, igen, ez az előnye hátrány ennek. Viszont ö, igen, ami... ami nagyon fontos, hogy ebben mindketten egyformán fontosnak érezzétek azt, hogy valakinek hetente egyszer van erre igénye, valakinek havonta egyszer, hogy legyen kettesben töltött idő vagy legalábbis olyan idő, amikor, ha lefekszik a gyerkőc, akkor nem hullaként dőltök be ti is az ágyba, mint ahogy általában szokott történni, hanem megbeszéltek egy programot, közösen megnéztek egy filmet, lehet az egyébként ilyen program is, vagy nem tudom, megmaszírozza az egyik őt, a másikat. Tehát, hogy amikor érzitek azt, hogy na most akkor félretesszük az a és akkor most férfeleség vagyunk ugyanúgy, vagy pár, vagy egy szerelmes pár. ez iszonyú sok energia lehet. Tehát én néha el szoktam ezen gondolkozni, és már-már már úgy érzem, hogy még jobb is a helyzetem abból a szempontból, hogy este mondjuk kilenckor, amikor leteszem a gyereket aludni, és van még mondjuk ébren két óra, most már egyre kevesebb, mert ragad le a szemem, akkor abban a két órában kéne még extra energiát beleforgatnom a másik félbe is, uh -huh. így ami, ami, nem könnyű. Tehát amikor te az állomanokkal küzdök, és azzal, hogy tényleg nyitva tudjam tartani a szememet, most ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindenkinek este kilenc után kell erre figyelmet fordítani. Lehet az egy hétvégel délelőtt ki, hogy rendezi az életét. Nagyon, nagyon, nagyon sok energia. Tény tényleg nagyon nehéz, és nagyon sok energia, hogyha neked fontosabb, mint a másiknak akkor minden extrán sok energiának tűnik, mert akkor a másik helyett is neked kell belepakolni azt a plusz energiát, ami egyébként sem sok. De hogyha mind a ketten azt a pici energiát beleteszitek, akkor viszont olyan könnyűvé válik minden, mert csak annyit kell beletenni, amennyit neked, és már nem érzed azt ilyen nagyon nehéznek. Ö, és nem feltétlenül kell mindig este, tehát azt is megbeszéltük, már volt olyan próbálkozás, hogy jó, akkor nézzünk meg egy filmet, és én a második, a, szerintem a főcímnél már, már aludtam, a Melkosánok férjem. Tehát, hogy lehet ez bármilyen program, lehet ez egy közös, nem tudom, bevásárlás, vagy egy kávézás is, akár ahol megbeszélitek a heti programot, ahol megfoghatod a kezét, tehát, hogy ahol van egy pici, egy percnyi pillanat, amikor úgy néztek egymásra újra, mint, mint, férfi és nő. Ez fontos. Muszáj megkérdeznem ezen a ponton viszont, hogy van segítséged, mert gondolom, hogy a szüleid még most ott vannak vajdaságban. Tehát nincs az, hogy egy utcára laknak, vagy akár csak egy megyével odébb, és tudtok tőlük segítséget kérni. De ma, és egyébként számomra ez döbbenet, hiszen egy olyan nem is a múltból jövünk, ahol egyébként generációk éltek együtt, ahol egyébként dadusa volt a családnak, ahol az anya le tudta adni a gyereket, hogy foglalkozzanak vele, vagy a másik oldal, ahol mentetek ki együtt a, a szántóra, és, és kaszáltatok, és nem tudom, ment a munka. És ma, mint hogyha kínos lenne bevallani azt, hogy ha valakinek van segítsége. Hát, hogy milyen dolog az, hogy nem az anyaságod voltál rendeled alá az életedet, és ezt most nem azért kérdezem. Az ősanyaszellem. Igen, igen, az igen, az igen. mindig igen. itt van velünk. Nem? De hát azért hát... az, hogy erre időt tudjatok mind a ketten fordítani, ahhoz kell egy olyan külső erőforrás, amit be tudtak vetni olyankor. Igen, ezt nagyon jól látod, mert most lesz tíz hónapos bendegúz, és most érzem, nem mindig, de most most jön fel egyszer-egyszer az az érzés, hogy oh, most egy picit úgy lehet, hogy. Lehet, hogy bűn arra gondolni, hogy most úgy kiszakadnék egy hétre, és elrepülnék veled valahová? Nér Henry, csak te... felejtsd el ezt a gondolatot, de most is azonnal. És van egy ilyen éne az agyamnak, aki rögtön ezt mondja, hogy de hát ez milyen lenne, és akkor nem tudom, és akkor is a hiányzik, és akkor jönnek rögtön, az, az eszembe jutnak ezek az ősanyom mondatok, amit mondanak, hogy de hát három évig ott kell, hogy legyen a kebleden is. Na, mindegy, de ez tök jó, és hozzátesz, és iszonyatosan jó érzés, csak tényleg kell az a töltődés, amit nem biztos, hogy egy edzés meg tud adni, vagy az apukával való kontextusom teljesen más, hogy ne az legyen a, a, a témánk, hogy légy kevert be a, a gyerek kajáját, meleg is meg addig én nem tudom, tisztába teszem, tehát hogy ne ez legyen a kommunikáció, hanem legyen egyel bensőségesebb, egyel intimább, amikor tényleg egymásra tudtok figyelni. Mi ezt meg tudjuk oldani, de mostanában kezdett el foglalkoztatni ez a kérdés, és nyilván nem véletlenül, akkor lehet, hogy most most kellene egy ilyen pillanat, amikor egy pár napra ki tudunk szakadni. Ö, hát az én szüleim azok vajdaságban élnek, és hát nem mindig tehetjük meg, hogy én hazaugrom, főleg ilyen határ állapotok mellett, amikor van, hogy két-három órát kell válni a határon, és egyébként is két-három óra az út, tehát hogyha megteszem ezt az utat, akkor, akkor nyilván hosszabb időre megyek haza, és akkor ott van velem a gyerkőc, nem hagyom ott. Gergő anyukája pedig szintén tapolcai, tehát hogy ő, ő meg idősebb, tehát hogy ő rá meg nem biztos, hogy rábíznám a gyerkőcöt, szóval nem azért, mert nem bízom benne, hanem a korán elfogva, tehát hogy nem, nem tudja úgy emelgetni már, tehát hogy azért nem vagyunk egyszerű helyzetben. Úgyhogy előbb vagy utóbb kell egy babysitter, aki, aki tud segíteni, és tényleg nem könnyű dolog azt az a bizalmással jár egyébként, ha, abszolút. Nem? De ez a külső nyomás miatt is benned van, hogy azt például te el tudod engedni, hát kérjál, hogy ki gondol, ha az élet Persze, hogy elengedném. Műször. Egyébként tehát így is belém lehet kötni. Tehát aki belém akar kötni, az bármibe bele tud kötni. Most már ezt tapasztaltuk, ugye? Tehát, hogy nem tudsz megfelelni az embereknek, és hogyha egészen eddig az életemben meg akartam felelni apámnak, utána nem tudom. Tehát, hogy volt egy ilyen hosszú korszakom, és ezt végre le tudtam vetni, akkor most nem most kezdem el az anyasággal való megfelelést küzdeni. Nem, kelleni fog majd, természetesen, de ez egy belső vivódás inkább, valóban, hogy hogy megbízható ember legyen. Egyébként a hugom és, a, és az én jobb kezem, az asszisztensem maradtak. Nem is gondoltam rájuk, de egyébként ezt látod, a gyerkőcöd választja ki. Tehát ez, ez így dobja a sors, hogy velük-velük érzi legjobban magát. És én is akkor vagyok érdekes módon a legnyugodtabb, amikor velük van. Vagyom Jó, hát ez egy nagyon-nagyon bizalmi. De közben meg azt mondom, volt nálam olyan vendég, aki, aki egy picit lehurrogta azokat a nőket, akik például babysitter segítségét kérik, pedig hát annyi élethelyzet van, amiben egyébként azt gondolom, hogy szükségszerű lásd az enyém Így is akár. Van. Bár most kijelentem, hogy a keresztanyukájával van a, a kislányom, de ettől függetlenül természetesen van most már segítségem, de komoly vívódás volt, meg komoly vívódás azt kimondani, mert tudod, mert azt gondolom, hogy azáltal, hogy előtérben vagyunk, és véleményformálók és alkotók vagyunk, egyszerűen, ha én ezt tagadnám, vagy nem vállalnám, hogy igen, kell a segítség, akkor megtéveszteném azokat a nőket, akik hasonló helyzetben vannak, és nem értenék, hogy hogy, hogy csinálod azt, hogy ezer tárnyét pörget, hát úgy, hogy egyébként Sárkezni, van 980 másik kéz mögöttem, hát, na, de közben szeretek igen. annak a, a, színében tetszelek, de hogy csak az én kezeim vannak. És mindent nem, megoldasz, persze, igen, szegedül. igen, De hogy ez tényleg egy, egy komoly vívódás az emberben. Abszolút. De amúgy meg azt szokták mondani nekem másik oldalról, hogy ez is azt mutatja, hogy amúgy jó anya vagy. Mert ha ezen nem gondolkoznál, az, az jelentene gondot egyébként. Hanem mindenben a... igyekszem az arany középutat megtalálni. Nagyjából így tudom a gondolkodásomat jellemezni. Nem vagyok ez ezen nagyon nagy mi azért. A védőnénink azt mondta egyébként mindig aranyos, már mindig, amikor találkozunk, akkor mindig rácsodálkozik, hogy ja, hát mi a legutolsó kötelező óta nem is beszéltünk, mert hogy vannak? Ja, hát nincs is több gyerek. Am ja, mindig megtévedek, hogy itt olyan, mintha már több gyerkőc lenne, mert hogy olyan lazán állok hozzá. Nem egy ilyen első gyerekes trauma élménnyel, hogy mindennel felhívom. Nem vagyok ilyen téren ennyire paramami, de, de azért sokat gondolkodom ezen. Nyilván. És azért ez bennünk is mindig egy ilyen fajta hezitálást okoz, és aztán nyilván nem beszélve arról, hogy majd mit fogunk kifelé közölni, kommunikálni. Eni, rá tudnék csatlakozni a bulvár részére, mert, mert van ennek olyan folytatása, és de én annyira élvezem a, a mélységét a beszélgetésünknek, hogy most én elköszönnék a nézőinktől, mert tudnánk ezt hosszan folytatni, de, de, öröm volt téged nagyon hallgatni, és nagyon szépen köszönöm, hogy elvá, hát elvállaltad, elfogadtad a megkívásokat. Köszönöm a kérdéseidet. Így, hogy... Jól érezted magad? Nagyon. Na, nagyon. Nagyon örülök. Feltöltöttem teljesen. <síns> én is belőled, és annyira imádom ezeket a, ezeket a beszélgetéseket, hogy tényleg inspiratíve hatnak, és remélem, hogy a nézőinkre is a hallgatóinkra is. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, élmény volt hallgatni, és hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked szakmailag is, hiszen azért az új dalok még ott vannak benned, szerintem, és anyaként, meg aztán párként kifejezetten sok boldogságot kívánok Viszont nektek. Viszont kívánom nektek is. Köszönöm Töszi. szépen. Tartsatok velünk jövő héten, és akkor is lesz hashtag no filter, nők filter nélkül. Sziasztok! A műsorszámot a NutriVerzum támogatta. A képi anyagot a Snitman Pictures készítette.